Energetikai korszerűsítés, nyilászárók és kazáncseréje történt, ami azt jelenti, hogy fa elgázosító kazán lett beszerelve puffertartállyal az orvosi rendelőbe Szent Lászlón. Ettől azt várják, hogy az épület fenntartási költségei jelentős mértékben csökkennek majd, mondta Pasztorek Zoltán polgármester. A számítások szerint például tűzifából úgy néz ki, hogy közel a fele mennyiség lesz elég ahhoz, hogy az épületet télen ki tudjuk fűteni, mint a korábbi években, úgyhogy ez mindenképpen azt mondom, hogy egy előrelépés. Továbbiakban egy mozgássérült WC került kialakításra bent, ez ugye korábban még sajnos nem volt meg, illetve hát az épületnek a teljes belső festése az megtörtént, ami szintén már azt mondom, hogy 10-12 éve biztos, hogy húzódott. Az 53 millió forintos Európai Uniós támogatás vissza nem térítendő és előre finanszírozott volt. A község önkormányzata és a Baranya vármegyei önkormányzat konzorciumban valósította meg a TOP Plusz pályázat keretében a fejlesztést. Baranya vármegyében kiemelten kezeljük a szociális és egészségügyi ellátást végző intézményeknek a korszerűsítését és felújítását. Ennek keretében arról számolhatok be, hogy a már lezárult korábbi fejlesztési időszakban a 14-20-as időszakban 1,7 milliárd forintot tudtunk vármegyeszerte ilyen típusú fejlesztésekre fordítani, most pedig ennél jóval többet, mint egy 2 milliárd 450 millió forint állt rendelkezésre Baranyában, hogy a baranyai települések, orvosi rendelők, szociális funkciót betöltő ingatlanjai korszerűsítésére, felújítására pályázzanak. Ebből a közel 2,5 milliárd forintból vármegyeszerte igen sok helyen újultak meg az orvosi rendelők. Ennek egyik jó példája a nyugat-baranyai Szent László, ahol korszerű 21. századi környezetet teremtett orvosnak, egészségügyi személyzetnek, betegeknek egyaránt, tette hozzá vármegyei elnök. Arra törekszünk, hogy ezek a orvosi rendelők, amely megújulnak, térségi rendelőként is funkcionáljanak. Így van ez Szent László esetén is, hiszen több mint 1400 beteget látnak el a megújult rendelőbe, a környéki településeiről is oda átjárnak, Boldogasszonyfáról, Antal szállásról, vagy éppen Terecsenyről is. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy mind az ott rendelő háziorvos, mind a betegek megelégedésére szolgál ez a beruházás ott Szent Lászlón és a vármegye más településein megvalósuló orvosi rendelő fejlesztések is. A beruházás hozzájárul az intézmény költséghatékonyabb működéséhez, jobb, modernebb működési környezet kialakításához és az épület akadálymentesítéséhez.